I was just one of the many contestants. In 2014, the world's first classical music-based talent show, Virtuosos, became the public network's most popular program, hitting 97% popularity. It soon became one of the highest-rated TV shows amongst all channels. The show discovers and supports talented youth rather than creating them. Every moment is based on hard work, practice, and talent. The show brought up a new audience for classical music and resulted in a 14% increase in music school application. The team doesn't lose sight of the young talents once the show is over. Virtuosos Foundation organized more than 300 concerts in three continents for them. They have become stars. The nine finalists from the first series gave out 350,000 autographs, hit more than 2.5 million YouTube viewers, and 50 million Facebook likes to date. Van egy szerelmem, akit Dózsa Júliának hívnak. Jó szívű, kedves, okos, ügyes. Nekem ő a szerelmem. Amikor nekem azt mondják, hogy egy virtuóz tehetség, akkor nekem ez a jelenség jut eszembe. Nagyon-nagyon-nagyon jó áll előtte. Én nem is hallottam még ilyen magvas zongorázást ilyen korban. Egyike volt életem legszebb élményeinek. Borzasztó magasra tettétek a mércét, ti picik, a felnőtteknek is. Te figyelj csak, Teó, miért jelentkeztél újra? Mert... Hol a cumid? Már nem cumizok. És ott mindenféléket csinálunk, és nagyon szeretem az akrobatikát. Nagyon jó megint itt lenni. Nagyon jó velem újra találkozni. De értem. Rossz volt az újra. István egy általa használt csellóval tért vissza, melyből összesen 65 darab létezik a világon. Mert hogy ez egy Stradivari. Tényleg? Lehibáztam egyszer. Nem hibáztál! Te úgy hibáztál! Nem hibáztál! Oh, even a little bit more and hero. Hi everyone, we are Two Cellos and we are so happy to be in Budapest in Virtuosos Music Show, the first classical music talent show in the world. We are so honored to be part of it. You want to say something? Yes. You are cute. Thank you. We love you.